tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a és lépd hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. a horrorfilmes podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Screamcast második része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ez alkalommal a The Conjuring, azaz a démonok között sorozat fő filmjeiről beszélgetünk majd, amelyben segítségemre lesz Farkas Katalin Mila, szia Mila! Sziasztok! És Danko Dániel Tibor, szia Dani! Sziasztok! A filmekben Ed és Lorraine Warren különféle rémisztő kísértet járta eseteket vizsgál, tele izgalmas és félelmetes pillatokkal, amelyek garantáltan az idegeinkre mennek. Az első részben a házaspár egy családot segít, akik egy régi kísértet járta házban laknak, kiderül, hogy a házat egy gonosz erő jelenléte tartja rettegésben. A második filmben egy londoni családházában történt rejtélyes jelenségekkel, míg a harmadik részben Warrenék egy fiatal fiú megszállottságának ügyét vizsgál. Az eset arra kényszeríti őket, hogy mélyebb rássanak a démoni erők világában, miközben a fiú bírósági tárgyalás elé néz, és éppen börtönben van. No, hisztek ti a paranormális dolgokban, szellemekben, démonokban? <laughs> Erős kezdés. Ez nagyon nehéz kérdés egyébként szerintem már, mint hogy nyilván ez nekem változott az évek alatt. Nyilván gyerekként az ember teljesen más, hogy látja ezeket, meg máshogy áll hozzá és ahogy nősz, úgy változnak a, a véleményed is erről, főleg, hogyha tapasztalsz dolgokat, vagy megtanulsz dolgokat, akkor ez teljesen más. Most már így szeretnék hinni benne, de nem tudok. Arra <laughs> gondolsz, hogy gyerekként inkább hittél, mint utána pedig később kinőttél belőle, tehát egy fejlődési szakaszra gondolsz? Igen, hogy gyerekként megnéztem mondjuk ilyen kicsit ilyen horrorisztikusabb filmeket, meg ilyen szellemes történeteket, nagyon szerettem a Poltergeist sorozatot, és, és, én szerettem volna nagyon átélni ilyesmiket, de sose történt velem semmi ilyesmi, nagyon para kislány lehettem, igen. <laughs> de, de nyilván vannak olyan barátaim, akikkel megtörténtek dolgok, de én magam meg sose tapasztaltam őket, szóval nyilván őket nem vonom kétségbe, hogy a, amiket átéltek, azokat átéltek, és tényleg úgy történtek velük a dolgok, amire emlékeznek is, de én is sose tapasztaltam semmit, ezért mire felnőttem, én úgy voltam vele, hogy akkor nyilván nincsenek. Ne, igazából gondolkoztam azon, hogy erre hogyan lehet jól válaszolni, mert amit te mondasz, igen, gyerekként bennem is megvolt az, hogy tökre jó lenne találkozni egy szellemmel. Um, X-akta fanatikusként ugye néztem sorozatosan, amikor le kellett menni a pinyóba egy adag krumplér, természetesen este 8-kor, 9-kor, hát benne volt az a eggembe, azt meg kell hagyni, de most csak ilyen apróbb dolgok, tehát így ott vagy egyedül a lakásban, gyerekként, mondjuk teszem azt, tíz évesen, próbálsz aludni, és tél van, és elkezd recsegni a padló a másik szobából. De értelemszerűen mit csinálsz? Fejedre húzod a dolgot, és, és próbálod azt hinni, hogy nem, nem a szellem van oda át. Tehát így. Igen, ja. tehát így. Nektek voltak ilyen szabályaitok, hogy akkor be kell húzni a lábat, meg a takarólá a kezedet, és akkor biztos nem vesznek észre, amíg a fejedre is ráhúzod, mert én neked mindig így elfantázíthatom, hogy jobb, valami zaj van, de, de nem fog recsegni a létre, hogyha a fejemre húzom a, <laughs> a takarót. Szóval engem meglepett, hogy egy kicsit ilyen szkeptikusan álltok a, ez a kérdéshez. Én azt a választ vártam így látatlanba tőletek, hogy hogy én azt gondoltam, hogy ti spirituálisabb lények vagytok ennél, és azt gondoltam, hogy azt fogjátok válaszolni, amit úgy én válaszolnék erre a kérdésre. Azért azt nem gondolom, hogy nem tudom, a, szellemekkel suttuga az igaz, és akkor vannak itt a szellemek így testet öltve közöttünk. Hát egyrészt, hogyha van Isten, akkor van ördög is. Máshogy mondva, ha van emberi jóság, akkor gonoszság is van. Másrésztről az az energia, ami bennünk van, az halálunkkor megszűnik, de hát nem szűnhet meg az energia, az energia megmaradás törvénye szerint, szia Miklós, é, hanem, hanem, hanem az valahogy távozik belőlünk, és azt én el tudom képzelni, hogy ez az energia valamilyen nem tudatos lét, tehát mondom nagyon súlyosan, hogy nem tudatos lét, de hogy az valahogy azért így köztünk van, és, és táplál, és nem tudok elmenni, tehát nagyon, nagyon, sokáig nagyon szkeptikusként tényleg álltam ez a kérdéshez, de nem tudtam olyan ö, történések előtte elmenni, mellett elmenni, amik, amik, mondjuk az életem során ilyen akár lehettek volna paranormális tevékenységek is. Mert akkor az ember legyint rá, és azt mondja, hogy jó, hát ez véletlen. Mert igazából az összeset lehet ilyen véletlennel magyarázni. Én tényleg nem vonom egyébként kétségbe, hogy ezek a dolgok megtörténnek, és az sem, hogy esetleg ahhoz lehet közel, amit az ember rögtön elsőre feltételez. Valaki most mondta nekem valamelyik nap, hogy az ő valakiének milyen rosszul áll a mustárszínű kabát. És, add, és pont azt mondtam neki, hogy hát szerintem ő az egyetlen, aki mustárszínű kabátot hord, mert én nem nagyon találkozok vele. Pedig és van. amíg kijöttem az árkád egyik végéből a másik végébe, az elejébe, ugyan, ugy, ott közvetlen, négy jöttek velem szemben mustárszínű kabáttal. Tehát magyarul ha figyeljük ezeket a dolgokat, akkor nyilván könnyebben találunk összefüggést. Ez olyan, mint hogy minden autónak, meg busznak, mindenek mindennek arcot látsz az elején, mert az agy az arcot keresi. Önmagában alapvetően az ember, hogy olyan lény, aki értelmet próbál keresni minden mögött, és itt ugye behozta három fogalmat, az egyik volt a véletlen, ami mondjuk teszem azt megtörtént nálunk is olyan, hogy elment egy közeli hozzátartozónk, és ezt követően úgy a lámpa elkezdett villogni. És most úgy érted, belegondolunk abba, hogy egyrészt jön az, hogy igen, még köztünk van, és akkor ő az, aki jelét adja ennek. A másik pedig az, hogy igen, van egy olyan véletlen, ami mögött annyira kötődsz még az adott személyhez, hogy azt akarod tudni, hogy még melletted van. És ezzel szerintem semmi baj nincsen, mert amíg ez egy egészséges kereten belül kezelt. Nem tudom, racionális miszticizmus vagy hogy mondjuk van megadva és nem hívom ki, mondjuk én a vilódzó lámpára, így és Lori vorent hogy <laughs> oh, szia, <sziasztok>. az. <laughs> akkor őket már csak a túlvirágról hívod át. <laughs> hát igen, 19 még közel volt, 2006 az igen. már kicsit messzebb. <laughs> igen, mi, mi gondoljuk, mi párosítjuk ezeket a dolgokat, de valójában nem tudhatjuk, és akkor ilyenkor mindig benne van az emberben a kisördög. Aztól nem paráznék, mert ez pont a villanykapcsolóról, vagy a villózó villanyról jutott eszembe, hogy Attól, attól nem paráznék, tehát azt nem gondolom, hogyha van szellemvilág, akkor anyám vagy a nagymamám kísértene engem, vagy, vagy ha megjelenne, nyilván persze valahol frászt kapnék, mert frászt kapnék, de hogy nyilván az ember a saját családjától nem fél, vagy hogy mondjam nektek, hogy ennek én egy ilyen pozitív oldalát látom, mert szerintem ez, akkor ez az a pont, amikor válasszuk ketté a szellemvilágot a démoni világtól, és akkor, és akkor beszéljünk inkább az inhumánus lényekről, a démonokról, és ugye tudjuk ezt a Warren házaspártól is, hogy ugye a démonok azok, akik soha nem viseltek emberi ö, alakot, ö, nem, nem egy halott, akár egy gonosz halott embernek a lelke, hanem ők bizony igazi vélik védik démonok. És hogyha már a démonokról beszélünk, illetve nyilván az egész adásban erről fogunk beszélni, akkor hagyd kérdezzem meg, nyilván ez egy kicsit most már okafogyott kérdés, hiszen már részben válaszoltatok rá, de a, a démoni megszállásról mi a véleményetek? Azért vannak dokumentált esetek, egyrészt a voreházas párnak is van, hogy mondjam, skeptikusan kezelni azért a dolgot, de nekik is van dokumentált, ugye ebben az évadban megnézzük majd az ördögűzés Emily Ross Üdvért című filmet, ami szintén egy valójában egészen jól dokumentált, nem Warren-es történet, de jól dokumentált történet, azért ott van a TV2 napló, egy korábbi műsora, az exercise book és a World szavakkal, amit hát én mai napig nem gondolom, hogy azt tényleg adás előtt is tudták már, hogy ez kamu, de hogy valóban ezt el lehet játszani. Az emberi agy is képes nagyon sok mindenre, a skizofénia, különböző betegségek, mentális betegségek, azok bizony démoni viselkedést eredményeznek, de honnan tudjuk, hogy démoni megszállásról van szó. Én azt gondoltam hogy egyébként, hogy egy nagyon hiszékeny, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen mindenre nyitott ember vagyok, inkább mondjuk így, de ezeknél az eseteknél is én mindig azt gondoltam, hogy valamilyen mentális, ö, mentális problémáról lehet szó, amikor valami nem úgy működik, ahogy kéne, arról nem beszélve, hogy ugye nagyon könnyű, hogyha több ember éli át egyszerre ezt a helyzetet, akkor könnyű egymásnak is átadni ezeket a gondolatokat, meg ezeket az érzéseket, könnyű egymást megijeszteni közben, és oké, okay, most kicsit összekuszáltak a gondolatom, szóval azt gondolom, hogy, hogy minden, minden, amit hiszünk, az, az, attól még lehet valós, attól még ezek a dolgok létezhetnek, működhetnek. Maximum azt gondolom, hogy nincsen tudományos alátámasztottsága ezeknek még, de ettől még lehet, hogy azok a dolgok, amik az ördögűzés során megtörténnek, vagy amikor ti érzékeltek valamit a, a szobában, vagy a szobán kívülről, attól az még lehet olyasmi, ami tényleg megtörténik, és tényleg ahhoz a dologhoz kapcsolódik, amiről érzitek, hogy szó van csak nem tudjuk még az okát, és én egyszer nagyon reménykedek benne, hogy ez erre rá fogunk jönni, hogy ezek a dolgok hogy működnek, de szerintem az ördögűzés is valami olyan mentális állapot, ami, ami valószínűleg nem is egy ember, hanem több embernek a, az összeadott lelki és, és, mentális helyzetét mutatja. Én ezt gondolom. És hogyha ha ezt megspékeled még egy, egy, egy néhány hívővel, vagy pappal, vagy bárkivel, aki a helyzetet így alá is támasztja, és így folyamatosan vonod be azokat az embereket, tudom, hogy ezek, ezek a ezek a betegek sokszor mentek el először pszichológushoz, és voltak különböző pszichiáternél is, tehát hogy ezek orvosilag is lettek dokumentálva előzőleg, és sokszor nem tudták megmondani, hogy mi a konkrét probléma, csak rámondtak valami körülbelüli diagnózist, hogy szerintük mi lehet, és utána jöttek csak a, a különböző ördögűzők és a vallás is hasonló témák bevonása, de, de, ettől még én azt gondolom, hogy azért jól alá lehet ezeket támasztani, az, hogy elhiggy valamit arról, hogy mi történik éppen veled. Azért attól is függ, hogy milyen korokbeli dokumentumokat próbálunk nézni. Mert a magánál a három filmnél maradva az annyiban valósághű, hogy ténylegesen végigkövetjük a két a párnak az élet szakaszait. Ők akárhogy is nézzük, 50-60-as évektől indultak, tehát a háború után e, már elkezdték így a... 52-ben. Igen, a működésüket, és akárhogy is nézzük, akkor a pszichológia és a pszichiátria nem volt még olyan szinten. Tehát épp, hogy kijöttünk abból, hogy tök jó dolog a lobotómia, meg az elektrosok, tehát úgy, úgy volt egy szállakakuk a kukka fészkére is a körben, tehát e, elindulunk egy ilyen uh, zárt és traumatizált világban, ami egy világháború útból jött ki, és megjelenik két szellem vadász, onnantól kezdve meg abba a körbe, hogy ők csak fölbusztolják azt a tömegpszichózist, amit így említettél. Hát, ahogy egyébként például most, ha veszük azt is, hogy hány ember lát UFO-t, vagy földön kívüli repülő, Már, Semmi dolgokat. Igen, de egy, elég egyetlen egy igaznak lennie. Egy, egynek kéne bizonyíthatóan igaznak lennie, igen, és akkor könnyebb lenne mindenkinek. Viszont ugye van 500 millióból egy, és akkor van 500 millió, ami már kellő szkepszis generált, hogy ezt az egyet még, hogyha ö, valid igazállításokkal támasztja le a dolgot, tudják szüntetni. De szerintem ezért jók az olyanok, mint a Warren házas pár. Pont ezért jók, mert, mert ők tényleg próbálták beleásni magukat ebbe, és igyekeztek ezzel foglalkozni sokat, és Nyilván azt gondolom, hogy ha valaki szkeptikus, akkor abból lesz a legjobb kutatója ennek a területnek, mert ő tényleg mindent meg fog tenni, hogy, hogy megcáfolja azt, amit meg lehet, és a többi, ami meg megmagyarázhatatlan, akkor azon meg lehet tovább dolgozni. Hogy nem, az. A az nem volt szkeptikus. Micsoda? A Lorena. Nem, nem voltak egyébként, ők abszolút nem voltak, de az olyan emberek, mint ők, pont erre lennének jók. Tudom, hogy, hogy ők nem voltak azok. Én a legjobban azt szeretem ezekben a filmekben, amikor az, az valahogy megjelenik, hogy mi hiszünk neked. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ez fontos, igen már csak azért is, mert ezek az emberek nagyon kétségbe vannak már esve, mi rájutnak egy ilyen állapotba, és már nem tudják, hogy kihez forduljanak, aki tudna is segíteni. Tehát, hogy a gyógyuláshoz mindenképp az az út fog vezetni, hogy valaki azt mondja neked, hogy hiszek neked. És elhiszem, amit mondasz, mert attól még nem fogom kétségbe vonni én se, hogy ezek az emberek látták, vagy átélték, vagy érzik ezeket a dolgokat fizikailag, meg bárhogy máshogy, vagy hallják a hangokat. Teljesen mindegy, attól még ez lehet teljesen valós. És nem, 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 nem attól még ez nem lesz hazugság. 那叫。 érdekes az, amiről is, ahogyan most beszélünk, mert uh, gyakorlatilag három vagy négy dolgot mosunk olyan értelemben össze. Volt ugye a két valós karakter, az Ed és Lori Warren. Köréjük megalakult egy miszticizmus, akiket egyébként mellette meg, nem is tudom, a miszticizmus mindegy, egy kultusz, ez a jobb szó, uh, akiket mellette ugye támadtak szkeptikusok, stb. Ezt követően jött James Van, és csinált egy finoman szólva kurva jó két részt, és egy harmadikat, ami egy elég feszes akciófilm azért, tehát úgy az nem van, azért kellett külön, de mindegy. És ö, abban a három filmben, ahogyan ö, te is mondtad, Ádám, ott végig az jön le, hogy az inhumános lények vannak pont, nincs megkérdőjelezve az egész történet. Olyan feszesen van tartva a fókuszunk, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve már úgy gondoltam én is az egészre, hogy én kimegyek a fürdőszobába, és rámugrik valak. Tehát így most tök Igen, amúgy. És, és, így iszonyatosan jól működik ez a dolog benne. Igen, és azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor az elején azt mondják, hogy az igaz történeten alapul, az úgy kb. annyi, hogy létezik, vagy létezett egy edés Lorraine Warren, akik ilyenekkel foglalkoztak, és úgy nagyjából amúgy azért nyilván ennyi a valóság, tehát hogy, hogy azért ez egy fikciós film, csak erre célzok, tehát sajátosul egy ilyen mainstream fikciós horror, ami amúgy csak 16 pluszos, tehát még csak nem is 18-as kategóriába esik, tehát, és, és végül is az is olyan egy, egy kicsit szórakoztató, egy kicsit mainstream, olyan, amit moziba küldesz, nyilván szeretnek jumpscare operálni, meg ilyenek, de hogy szeretném csak azt akarom ezzel tisztázni, és elsősorban a hallgatók számára, hogy nem kezeljük evidenciaként azt, amit a filmben látunk, hanem, hanem ez csak egy fikciós tartalom, de én, ahogy mondtam, nem mehetek el amellett sem, hogy azért lehet, hogy ebben azért van valami, és, és van azért valamilyen megtestesülése egy olyan világnak a mi világunkban, amiről nem tudunk. De az ördögüzésről ti is Fejtsétek ki a véleményeteket, meg ezekről az én inhumánus dolgokról. Mi a kérdés pontosan? Hát, hogy hogy akkor mit gondoltok erről, hogy létezhetnek-e ilyen lények esetleg? Vagy vagy mit gondoltok alapvetően, hogy van esély rá, hogy ezek az ördögűzések megtörténnek, a, majd hogy maga az ör, a megszállás az megtörténik? Szerintem ezt érdemes két részre, két részre bontani, mert hogyha azt nézzük, hogy van egy beteg ember, aki azt hiszi, hogy ördögi megszállás alatt áll, és elvégeznek rajta egy ördögűzést, akkor az mentálisan lehet elég ahhoz, hogy jó, ez úristen egy orvos biztos szadászét de most ilyen nagyon zanzásítva szerintem az lehet elég ahhoz, hogy meggyógyuljon. Vagy legalábbis Történjen valami változás, pozitív változás az ő életében, vagy a, vagy a megszállottságában. De én azt gondolom, hogy valójában is létezik démoni megszállás, de én azt nem úgy gondolom, és most nem is tudnám elmondani, hogy valójában hogy gondolom, mert, mert sehogy kb. nincs elég információm, nem vagyok a téma eléggé szakavatott embere, hogy erről kifejlett és kialakult véleményem lenne, de biztosan nem úgy, hogy jön valak, ségig sétál az árnyék a, a falon, majd kinyúl a képből, és neki rohan Loren Warrennek, szóval azért ez, ezeket, én, ezeket én azért nem így gondolom, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon dramatizálva vannak, ezek, ez körülbelül számomra, ha ezt a valóságban látnám, akkor azt gondolnám, hogy ez az exercise book esete. Tehát, hogy, hogy akkor megjátsza magát, ezt gondolod? Vagy hogy, vagy, hogy túl van spirázva? Igen, egyrészt, egyrészt, hogy vagy megjátsza magát, vagy, vagy maga is elhiszi, én azt gondolom, hogy az exercise book esetében, már nem emlékszem, hogy ott mik derültek ide, én azt gondolom, hogy az valójában, azt tudom, hogy a biciklit akarta a gyerek nagyon, és mondták is neki, hogy megkapod a mountain bike csak száj ki belőle, ördög. Tehát értem én, hogy ez valami, de, hogy, de én azt gondolom, hogy egy, gyerek fantáziájával, még egy sokszor egy felnőtt fantáziájával, és egy gyerek fantáziájával ez, ez bőven, bőven Hát most már elhiszem, hogy engem megszálltak, és ha én hallanék a, a magamban hangokat, amik biztatnának dolgokra, akkor nem a démoni megszállása, nem a skizofrénia lenne az első gondolatom, vagy, vagy legalábbis valami mentális betegség. De ha mondjuk történének velem olyanok, hogy kiesnének konkrét időszakok, és nem emlékeznék, hogy hogy kerültem ide, vagy oda, vagy amoda, azért biztos, hogy orvoshoz fordulnék, de akkor is inkább egy újabb sztrókra gyanakodnék, mint egy démoni megszállásra. Abban, amit Ádám mondtál, abból inkább a rögeszme a legjobb motívum, mert annyira bekattam valami, hogy az követően már az egyén nem képes máshogy cselekedni, csak az, az egy dolog körül, és teszem azt egy mountain biker cserébe, össze-vissza hisztizik, vagy ha most a témáknál maradunk, ott van a második rész, az Enfield. Minden szempontból az egyik legjobban dokumentált paranormális jelenség volt, mert ott tényleg kimentek a rendőrök, kiment a média a valóságban is, ahogyan ő és itt a kislányról való felvételek, ahogy a film végén is halljuk azt a torz hangot, meg mindent, úgy teljesen meg tudja akár változtatni a személyiségét teszem azt, és itt jön be mondjuk akkor a hit kérdése is, hogyha már uh, fölmerült a jó és a gonosznak a viszonya, illetve az ördönnek a pokolnak is, hogy végül is keresztény valláson belül Mozgunk, mint fogalmak, hogy ördögűzés és társai, hogyha pedig egy vallásos családnál egy ilyet csinál egy gyerek, és elmegy meggyónni a pappal beszélget, az mondjuk már tud egy olyan külső pontot képviselni, ami őt megnyugtatja és itt igazából itt jön be az, hogy igen, van démoni megszállás, ami mondjuk külső behatás következtében történik, és teszem azt még nem patológikus, hanem ott van erre a vallás, ami nevezhetjük a nép ópiumának, de ettől függetlenül, hogyha valakinek erre szüksége van, az akárhogy is nézzük, ha használja. Tehát így és itt könyörödnék vissza egy picit ahhoz, hogy férjét és ne essék abban, amit mondtam, hogy euh, volt a valós való a film meg ez, hanem hogy pont ennek a hitnek és a vallásnak a kérdése, amit ők képviselnek, az hogyan jelenik meg úgy a filmben és az utó életében és a valósághoz kötötten. És itt akartam csak ezt így visszahozni, hogy igazából hinni kell abban, hogy uh, démon szálljon meg. Egy esetben meg mondjuk csak egy consumer junkie leszel, aki meg akar venni egy újabb videójátékot, már. <laughs> most éppen le van akciózva, vagy most csak mondtam egy példát. <laughs> Igen. Szerintetek mi az oka annak, hogy manapság, bár tele vannak clickbait anyagokkal, a bulvár sajtó, mindenféle sajtó, de mégsem hallunk démoni megszállásról. Más van a fókuszban. Máson az emberek gondolataiban, itthon is, meg szerintem sok-sok országban egyre kevesebb ember foglalkozik a vallással és a hitével. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy írtó kevesen lennének, mert nem igaz, nyilván rengeteg, rengeteg hívő van még mai napig, de szerintem ez befolyásolja meg a, meg a, média, az, hogy ennyire folyamatosan online térben vagyunk, más, másfelé terelődik a fókusz az embereknek mostanában én azt gondolom, hogy ez nagyon befolyásolja azt, hogy már nem nagyon vannak ilyen esetek, ráadásul ugye azért a tudomány is rettentő sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben is, és sokkal könnyebb dokumentálni mindent, nem úgy, mint régen. Ez, ez szerintem sokban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy nehezebb ilyen helyzeteket átélni, vagy nem egy tudom, kell. vagy azt mondani, hogy ez megtörtént, mert már nem mondhatod rá, hiszen sokszor kamerafelvételek vannak egy-egy Lakásról egy-egy egy utcai helyzetről. Szerintem a démonok között hihetőségét, mint néző hihetőségét, az elsősorban az adja, hogy ez régebben játszódik, mint hogy kamerás mobilok lennének, régebben játszódik, mint hogy egy csomó olyan technológia a rendelkezésünkre állna, mint, mint ami akkoriban állt, és szerintem ma már nem trendi a démoni megszállás. Elsősorban Igen. azért, mert a vallás Igen. is átalakult, máshogy hiszünk, más... Ma, manapság már egy egy a hitet ö, szerető és tisztelő ö, ember is ö, és gyakorló ember is nem tudom nem annyit jár ö, templomba esetleg nem, nem a nem szentírás amit a ö, prédikál a pap ö, olyan értelemben mint mondjuk régen ahol azért talán abban az időben is, amikor ö, és ugye Amerika olyan részein járunk azért sokszor a, a főleg a harmadik részben akár a démonok közöttben de akár az első részben ami azért nem a az az a, nem New Yorkban vagyunk, tehát, hogy, vagy, vagy, vagy nem tudom hol, ugye a második részben, vagy igen, a második részben is ö, 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 London külvárosában járunk egy ilyen, ö, tehát baromira szegény és lepattant, ö, hát a környék nem is az, de azért látszik, hogy ez egy szegény környék, szóval, hogy, hogy valahogy, valahogy talán az életünk is olyan, meg, meg, talán olyan, hogy Hát most nem tudok szebben fogalmazni, kiröhögnék az emberek, hogy, hogy démoni megszállás. Tehát hogy ez a, tényleg nem trendi. Hát az biztos, hogy sokan ugranának rá, hogy mondjuk, ha van is egy felvétel egy adott esetben egy megszállásról, akkor bizonyítsák, hogy ez nem igaz. Vagy hogy, vagy hogy hol van a vágás, vagy a kamu a felvételen. Tehát rögtön neki esnének az emberek, hogy kockáról kockára szétszedjék a jelenetet. Ha meg nincs fent az interneten, akkor meg se hát Mondhatjuk, racionálisan ellenállnak hozzá közben mellette viszont tele vannak az ilyen scripted reality csatornák, az ilyen különböző, nem tudom, szellemvadászokkal, vagy most például az éjszaka láttam egy műsort, az Osborne család hinni akar címmel, ahol ilyen felvételeket elemez, elemezett az Osborne család, szóval, hogy kicsit azért a mai valóságunk, a mai világunk eltávolodott ettől a, a, a világtól valahogy kevésbé vagyunk spirituálisak, hogyha már ezt a említett szót használjuk, hogy elveszítjük a kapcsolatot, és teljes mértékben a racionális per materialitás irányába megyünk el, használva azt a consumer junky fogalmat, és azt, hogy szétszedünk mindent gyakorlatilag, olyan, mint hogyha úgy, felnőtt volna a társadalom ahhoz, hogy már ebben ne higgyen, de ezzel pont kapcsolatban meg pont olyan, hogy így áthelyezte a súlyokat, és már már csak ilyen guilty pressure-ként használja például Ozzy Osbourne bélyektől meg sütött agyától két nyöszörgés alatt mit tud kihozni, azt úgy nem tudom. most, hogy így mondtad, hogy van ilyen, azt szerintem lehet, vagy megnézem, mert látnom kell. <síns> <tíns> Szépen összefoglaltad. Igen, áthelyeződött a fókusz, én is, én is, ezt gondolom, teljesen más. De egyébként ez nem feltétlenül jó az, hogy, hogy ennyire próbálunk elszakadni az önismerettől, meg a spirituális dolgoktól, szerintem azért ezért kár. Meg másrészt, ha létezik démoni megszállás, tényleg, elég rossz lehet azoknak, akik démoni megszállástól szenvednek, mert hogy pont ezért, hát most már mindenki Söntjük, hát. őket. Azt mondják, én is láttam igen. a démonok közöttet, tehát, hogy, hogy valahol el is bagatelizálódott ez, ez a Igen, tényleg. igen, hát igen, igen. Rosszabb esetben megpróbálja ördögűzni, és ott illocsolgatja szentelt vízzel. Jó, beszéljünk egy kicsit a, a, a filmekről konkrétabban. Nektek a három rész közül melyik a kedvencetek, és melyik, amit legkevésbé szerettek? Ó, ez nehéz. Nekem talán a második volt a legjobb. Valószínűleg az Enfield az azért is olyan érdekes téma, mert tényleg olyan jól dokumentálva van, a legkevésbé talán a harmadik részt tetszett, pedig jól van összerakva egyébként, az is teljesen ö, emészthető történet. És adásul ott két szálon is fut a dolog, ha úgy vesszük, hiszen ott bevonnak még egy, még egy, ö, paper, ilyen sámanista, vagy nem sámanista, sátanista, <laughs> ez ilyen botlása, sátanista ö, szekta utalásokat is, Úgyhogy az, az érdekesebb ilyen szempontból, főleg, hogy ugye az, az nem, is, nem is happy end végződik, nem úgy, mint a többi, ahol ugye gyakorlatilag mindenki így mentesül a démontól, viszont a srác mentesül a démontól, viszont, viszont lecsukják. A harmadik részt ezt nekem át kellett értékelnem, bevallom, mert többször futottam neki. James van filmeket most hagyjuk. A harmadik rész azért izgalmas, mert egyrészt kaptak egy húsvérfőgonoszt, aki ellen ők tudnak menni, és tényes és való, annak megvannak a spec képességei, hogy előidézi a megszállottságot, meg minden hasonló, és a film össze van kötve tök jól a valósággal, mert a srácot azt ugye a valóságban ténylegesen elítélték emberülésért, és ott a edéket félretették, itt viszont meg e megvan az, hogy elítélik, de mellette ott van a feloldozás, hogy ő ténylegesen megszállott, megszállott volt. volt, és hogy egy külső dolog behatására cselekedett. Tehát emiatt úgy, úgy annak kellene, hogy a harmadik rész tökre ilyen akciódús, meg akcióorientált. Ez egy nagyon ügyesen fölépített befejezés, tehát úgy, úgy, úgy az amiatt szerintem elég jó. Nekem pont ezért nem tetszett a harmadik rész. Bizonyos szempontból értem, hogy miért volt izgalmasabb, tehát megértem az érveket, amiket Dani felhozott, és valószínűleg a nagy közönség számára talán ez értékelhetőbb, de a démonok között filmektől azt várom, ami az első két részben volt olyan lényeket, akik ellen senki más nem tud harcolni, mint Ed és Lorraine Warren, míg a harmadik részben valójában más se történt, mint hogy jött volna valaki egy puskával, és fejbe lőtte volna a boszorkányait, akkor vége a filmnek. Én akkor kapcsolom el, ha kiderül, hogy ott egy ember van a háttérben, és nem, egy, nem, nem démonok, vagy valami szellemvilág. Tehát, én a horrorokban tényleg csak ezeket, ezeket szeretem elsősorban. Számomra a harmadik rész volt a legutáltabb rész, ha őszinte akarok magamhoz lenni, akkor egy kicsit a második rész, amit jobban szeretek, és azt szerintem többször is láttam, de az első rész az nagyon jól van összerakva. Én a démonok közöttől azt várom, hogy az első rész. Tehát jöjjön egy, valaki kerüljön bajba, a Warrenék tudják meg, menjenek oda, segítsenek. én imádom azokat, a, azokat a, a részeket benne, amikor ők megérkeznek a házba, és akkor minden olyan vidám lesz olyan, hogy van ott valaki, nem, nem egyedül vagy a szarban, hanem vannak ott emberek többen is, és akkor és akkor küzdünk és harcolunk és. Persze, ilyen életet visznek igazából, és tartják a lelket azokban az emberekben, mert hát igazából ez annyira ki tudja készíteni az embert, hogyha egy ilyen helyzetnek van kitéve szerintem, főleg, hogy sokszor ez arról szól, hogy nem költözhetnek el, és, és, átélnek dolgokat, és az ember... Oda vagy kötve. Igen, mm. igen. Na most ugye a filmekben megjelenik Lorénnek ez, ez a, képessége. Ha se szellemekkel suttogó lenne, akkor áldásnak hívnánk. Egy ilyen hatodik érzék tulajdonképpen a dolog. Szerintetek lehetséges ilyen? Hogy, hogy vannak olyan emberek, akik szenzitívebbek a világ és esetleg egy más világ dolgaira? Szerintem abszolút egyébként. Lorén egyébként látónak vallotta magát, én úgy tudom. Az, hogy mennyire voltak tényleg ilyen látomásai, azt nem tudom, vagy hogy mennyire voltak ezek hitelesek, mondjuk inkább így. Ettől függetlenül hiszek abban, hogy, hogy vannak emberek, akiknek vannak ilyen hatodik érzékeik, ami sok-sok ilyen, nem is tudom, ilyen spirituális útvonalon, de, de meg tudnak mondani dolgokat, megéreznek dolgokat. Az más kérdés, hogy nem százszerzalékban pontosak ezek a megérzések, és nyilván nyilván ettől válik, tehát hogy ettől nem lesz tudományos a dolog, meg nem mérhető, de szerintem vannak emberek, akik ez sokkal jobban megy, és tényleg, és megéreznek ijesztő. Például az ikrek, amikről így nagyon sok olyan tudomány is megkutatás folyti az ikreknél milyen megérzések vannak egymással kapcsolatban, ezt a érdekes, szóval én hiszek abban, hogy így, vannak emberek, akik spirituálisan egyszerűen fogékonyabbak erre. Vagy amikor megérzed, szeretted, akár halálát, akár. És megsérül. Pont ezt akartam példának felhozni, hogy amikor úgy érzed, hogy valami gond van felhívod a másikat, és teszem, az tényleg. A ilyesmi az egy olyan fajta kötődés, amit így már nem tudsz megmagyarázni. Anyák és, és egy... gyerekei például. Akár... Persze a szülőknek is, meg a gyerekek a, a, a szülők felé vannak ilyen erős megérzések. Úgyhogy igen, én ebben például hiszek. Nem válaszoltál, Dani, hogy melyik a, a, kedvenc. Igazából igen, annak ellen, hogy a hármat védtem, én nekem is ez az, az utolsó rangsorban, én a részek alapján megyek, egy, kettő, három, és uh, amiatt is, mert az egy, ahogy úgy elindult az a film, hát én úgy, úgy, úgy finom asszolva, így, így lefagytam. Ez... Ugye Anna Bellel indul, ugye? Az, az, az első indul Anna Bellel. Ugye? Anna bellel indul, utána pedig következik az a rész, amikor a család bevonul a házba. Uh, ott kapásból volt a 70-es évekbeli Amityville filmből egy jelenet, amit így a vannék átemeltek uh, még kívülről, amikor mutatták az épületet, és az ablak uh, megjelenik, ha jól emlékszem, ezzel zárták valahogy a régi Tivil filmet. Uh, ezt követően volt még egy klasszik poltergeist jelenet a tévével, tehát az, az, is egy zseniális utalás, illetve hát úgy, számomra az úgy lehet, hogy már csak én látom bele, de egy kamera Trükk, hogy ahogyan a érzékeltették a jelenlétét a szellemnek, vagy démonnak, bárminek is nevezzük, ahogy folyamatosan követi a kamera a családtagokat a bemutatásnál, és viszik körbe a házat. Ez nekem egy kicsit így felhozta még emlékként a szemrájmi remek művét gonosz halottak. Annak indul így a film eleje, hogy gyakorlatilag a lény szemszögéből követjük egészen a megszállásnak a pillanatáig. Tehát úgy, 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 úgy valahogy ez a film annyira egy ilyen eszenciája a 70-es évekbeli horrorfilmeknek is, hogy, hogy ez valami, nem tudom, tényleg ez ilyen azt mondhatjuk, hogy ez a 2013 as filmmel beírta magát, szerintem van ugye horrorfilmek könyvébe. Van-e olyan jelenet a három filmben, ami nagyon tetszett nektek, és van-e olyan jelenet a három filmben, ami, amit így nagyon utáltatok? Nekem az egyik jelenet, ami talán a legjobban tetszett, az az Enfieldben van, amikor a bácsi ül a, ül a, szé, a, a kis foteljében, és de igazából nem ül a foteljében, hanem a kislány éppen nézi a tévét, mert beteg és otthon van. És az a jelenet az nagyon erőse sikerült, nagyon jól össze lett rakva. Nekem az, az kifejezetten. Mindannyian átéltünk hasonlót, nem Igen, gyerekként tehát, hogy, valahogy hogy így. arra reflektál, azt, azt ébreszti föl Igen, ezeket a gyerekkori élményeket hozza elő, abszolút ez a film, ez a részlete. De egyébként nagyon sok erős filmet van az m szerintem, de az egyes filmben is, úgyhogy, úgyhogy én nagyon szerettem mind a kettőt. Hú, ha valami nem tetszett, hmm, ezt, ezt jobban át kell gondolnom. Igazából szerintem nekem az első filmnek a végén, amikor az anyukából próbálják ki, kiűzni az nem azért, nem, nem, mondom, hogy nem tetszett nekem, az ilyen túl kegyetlennek tűnt, ilyen, ilyen fú, nem tudom, brutál el változtatóan annak a színésznőnek az arca, a külleme, mindene. Szerintem az nagyon durva volt. Azt hittem, hogy más fogsz mondani ezzel kapcsolatban, mert amúgy egyet értettem, vagy mint egyet értenék, de nekem ebben a jelenetben pont az nem tetszett, hogy ilyen túl volt tolva, a Lorraine rárakja a kezét, akkor ott a nő... Tehát régeség volna a csajt, nem tudtak volna semmit tenni. Igen, mindenbe próbáltak megtenni, és, és egyrészt ijesztőre is sikerült a csaj, másrészt valahogy nem sikerült úgy megoldani a helyzetet, hogy nem tudom, túl sokáig húzódott ez a szitu, és nekem az kicsit így kellemetlenné vált egy pont után. Van egy jelenet, amikor még nem ott tartunk, hanem előtte ott a pincében le van takarva a nő, uh. és megemelkedik a szék, és megfordul a szék, és így a feje lefelé a plafontot hívják. Olyan. És ott mindig az jut eszembe, mert azt kiabálja az ed, hogy engeddel, el. De is, ha az elengedném, akkor a Nyilván nem így esik le, mert úgy van megcsinálva, hogy a hátára esik, de hát valójában ez történne. A valóságban, ott ha a szellem elengedné, vagy a démon elengedni, fejlesne, a csaj meghalna. Kész pont. Ezt vártam egyébként, amit mondasz. Amit viszont nagyon szerettem az első filmben, az az, amikor játszák azt a tapsolós játékot. És ő, megy körbe az anyuka, és tapsolnak mindenfele és aztán végül a, a, kis, igen, a, kis, a játszik, keresgéli a kis a Az zseniális Meg, meg igazam, ami a legfélelmetesebb volt az elsőben nekem, az, amikor nézték a, annak a zenélődoboznak a tükréből, a uh -huh. Az nekem nagyon creepy, az rettenetesen tetszett, ez tök jó volt. A második részben van egy ilyen, ami, ami szerintem valahogy ijesztőre sikeredett, pedig nincs annyi benne, az az, amikor megérkezik a, a Lorraine, meg hát az Ed, és ott a hintánál ül a kislány, és elkezdek beszélgetni a Lorraine-nál. És akkor azt mondja neki KB, a, a kiscsaj, hogy hogy, hogy hát azt mondja itt a csávó, hogy mind megfogtok halni, Igen. meg megöltiteket, és akkor azt mondja a Lorén, hogy mikor, mikor mondta ezt? Most. Mert mert én azt szeretem, azt a kettősséget szeretem, amit az előbb is mondtam, hogy egyszer egy ilyen kicsit vidám, tingli-tangli, de egy pillanat alatt tud egy ilyen egy ilyen feszült impulzust adni ö, neked, nyilván ez az kell, hogy kellő beleéléssel nézd a, a filmet, de hogy, de hogy azért ez így visz magával, azért megborzongtat, azért, azért érzed. Abszolút, és nagyon jól használják a kislányt, egyébként nagyon ügyesen játszik a színésznő is szerintem, az nagyon, az, az kifejezetten benne is van, és, és, igen, az, hogy érzelmileg is bevonják olyan szempontban nézőt, hogy igen, Lorin is leül beszélgetni vele, kicsit nosztalgiázik, próbálja megnyugtatni érzelmileg, Ed próbál nekik zenélni, akkor ott közösen, ott annyira vártam ott abban a pillanatban valami nagyon creepy szituációt, mert annyira túl a meghit a volt. Köntem, <laughs> igen. Na, jó, okay. Tök jó, igen, tehát hogy így, az annyira aranyos volt ez a olyan kis megható volt, hogy egy olyan család, aki teljesen össze tönkre vannak mentálisan, meg érzelmileg, leül és elkezd nekik énekelni, és ez a nagyon, nagyon aranyos volt. Nyilván kiderül, hogy ők nincs, nincs pénzük, a gyerektartás se jön, stb. stb. De hogy senkit nem zavar, az a baszott nagy penész volt ott a kanapé mögött, csesse meg. <laughs> Tehát, hogy, mert, hogy, mert, hogy nekem az a fura, mert értem, hogy ez ilyen kripinek is kellett megcsinálni ezt a lakást, nagy ott az a másfél méter víz ott a, a pincébe, De és ott mosok mellette. Szóval, hogy valahogy ez, ez az ultra csúva basszus, tényleg. Tehát, hogy a szegénység nem egyelőre a kosszal meg a mocsokkal. Igen. Úgy akarták bejteni, hogy nincs férfi a háznál kb. egy egyébként, mintha. Ami viszont egy dolog, ami nekem nem tetszett a második részben, és szerintem a forgatókönyvírók ezt, ezt egy kicsit jobban megdolgoztatták volna, az, hogy próbálják azt megértetni velünk, nézőkkel, hogy ez a kislány, ez sokat hazudik ott a cigivel kapcsolatban, és amúgy, amúgy igaz volt, mert nem szívott bele, megfogta a kis csejét, de hogy nekünk szinte a szánkba akarják rágni, hogy sokat hazudik. Ami addig nem nyer értelmet, amíg a végén, vagy a, majdnem a végén van az a jelenet, amikor szétcseszi ő a konyhát, mert hogy, hogy, azért vannak egy ilyen kicsit-kicsit mellék, mellékszálak, de még visszatérve a második része, azt is imádtam, amikor kijönnek ki a rendőrök, és hát nem tudom mit csinálni, csak igazolni, hogy megtörtént. Szóval, hogy megkérdezném a, a, a magyar rendőr Kár, hogy ez csak most jutott eszembe, hogy bizony van-e olyan ügyük, amire nem szét tudták tárni a kezüket, mert, mert nem illetékesek. Egyébként a második rész ezzel a hazugság történettel párhuzamba állítva az elsővel a szkepszis és a hitnek a párbeszéde mert az első, az ugye, ahogy mondtam, vagy beszéltünk róla, hogy ott így, így teljesen be vagy zárva, és elhiszed, ami ott történik, minden tényként van kezelve. A második résznél pedig Ed és van megkísértve, úgy mondak lehetjük azt, hogy az ördög által, vagy bárhogyan, hogy ők nem tudnak jót cselekedni azzal, hogy a gyereket ott hagyják. És bármennyire is próbáljanak hinni a családnak, mégis azt fogják mondani, miután a kislány dobálja az asztalt, meg minden lesz nekik már a kézzel fogható bizonyítékok a csalásra, hogy ott hagyják. És itt jön be az, hogy egy sugallat útján, akkor Lorénnek jön egy megérzés, és visszafordulnak, és akkor indul be igazán a buli. Pedig annak ellenére volt ugye a második részben egy olyan jelenet, amikor háttal ülnek, és vizet kell inni a kislánynak, az egyébként... Azt én nem értettem. Hát, szerintem is egy baromság. <gül> <gül> hát előtte tényleg beszélt ott mitoszvadászoknak, vagy mit tudom én kiknek, tehát ott a tévéstárnak beszél, hát eltorzul a hangja, ott ülnek vele szembe. Ami amíg vicces, mert a tesója simán végig, hát mellettem a testvérem megszólalna ilyen hangon, én azért egy kicsit hátrébb vagy arrébb ülnék. Na megszokta, tudod. Annyit beszélt így mellette. Valahol az életszerűsége az egy kicsit, igen, ez, ez, ez olyan fura volt, de, de azért valószínűleg azért volt az, konkrétan valaknak, ugye, az volt a, 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 a eszköze, hogy a szellembácsit használja erre az egészre, uh -huh. innentől kezdve logikus is, hogy amikor már ott vannak azok, akik egyébként tehetnek ellene valamit, ott ne produkálja már ugyanezt, ne, ne csinálja ugyanúgy szerintem. Na, Dani még jó és rossz jelenetek számodra, aztán véget ér az adás. A jó jelenet pont ez lett volna nekem ez a vizes, vízivós részpont, amiatt tetszik csak, mert ahogy háttal ugye nézzük Ednek az arcát, és háttérben csak egy ilyen zsizsiges... Hát még nem? Elkezdett átsejleni, igen, azzal a kis zsizsis történettel. Angolul nem néztem meg magyar szinkronnal, az úgy szerintem szintúgy ha használható volt, és csak rátjött az egész jelenet. Rossz jelenet számomra, hogy a harmadik részből tudnám sorolni úgy még egy órán keresztül, tehát úgy. Az összes olyan jelenet, amikor ott a késelése a kutyakenelben és társai, amikor ott úgy megjelenik, az úgy annyira... Kellemetlen, miért nem halkítják le a zenét? Az, ki az a csávó? Miért tajt részeg? Hát meg egy kicsit a vége az úgy Ed és Lorénnek egy ilyen szerelmi szála, és az a kettőjük kötődése lett kiemelve leginkább, ami nem negatívum, csak egy kicsit így meglepő fordulat volt, hogy ami eddig háttérben volt, így szépen finoman megjelenítve, akkor én most így fölletépítve építve ez a rész. Tényes való, hogy ed kapcsán egy ördögűzés, vagy egy hasonló esetnél volt az, hogy ő a szívével megfeküdt, és utána nem sokkal 2006-ban ment el, tehát úgy, úgy ott az egy nem tudom, hogy mennyire akartak ezzel tisztelegni a valóság előtt. Nincs más hátra, mint hogy ti is megírjátok esetleg a kedvenc jeleneteteket, vagy amit nem szerettetek, vagy az egész véleményeteket a filmekről, a, a démonok között franchise-ról, vagy úgy ámblok a démonvilágról. Lesz itt még erről szó szóval bőven a screamcast ebben a, évadban, viszont sajnos ennek a műsornak a végére értünk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, hogy a következő részben kiderül, hogy a semmi tevés bizony az ördög vánkosa, a kéz őrület című horrorvigjátékkal érkezünk majd ugyanebben a felállásban április 15-én. Farkas Katalin Mila, Dankó Dániel Tibor és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ne csúfoljátok meg a Szent Háromságot. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Média készítette. A kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.